Hello mindenkinek, Rezsekt vagyok, és most folytassuk a Prototype végigjátszást, amivel lehet, hogy még ma végezett volt. Már szerintem csak holnap fogom befejezni. Ma valahogy nincs túl sok időm szerintem. Megjött az a rohadt telefon. Hát igen, és most tudjuk megkiadta nekünk eddig a küldetéseket. Egy Black Watch. De igazából, hát fogjuk rá, hogy velünk van, de a végén majd meg akar minket ölni, és ő lesz a fő ellenség. A Supreme Hunter. És ő majd meg tud minket konzumolni, szóval vigyázni kell vele. És hogy hát ilyen self-destruction tud csinálni, és hogy hát így kijönnek belőle ezek az izéguzék. És akkor jobb messzebb tartózkodni, ugyanis ha azt elébe talál, eléggé leszívja az életerőnket. Igen, most lesz a helikopteres küldi. Hát igen, nincs előtti, talán ez. De rettentő utálatos küldetés. Hát ez is lehet, hogy hosszú lesz. A Supreme Hunter-t is előbb nyírom ki, mint azt a helikopteres küldetés kipörgetem. Ami VIP-tisztel fogom majd kinyírni, mert azzal eléggé egyszerű. Ciao! Igen. Wow. Akkor megéri fölrepülni a francba. Hú, ez közel volt. Nem, nem követ. Hú! Ilyen. Wow! Most őszintén, kinéz engem ennyire. Viszont azt a helikoptert most követnem kéne. És hogy hát kiiktatni. Pont követ. Transport destroyed. He's here. Get our wings off the ground. Clear, clear. Nem ő. Nem ez itt. Na most. Megvan, amíg lemegy a körözésem. Könnyebb dolgom lesz. Semmi sem marad. Wow! Nem akarsz engem megölni. Mindenkinek meg kell halnia. Yeah. Favorit. Kicsit már leamortizálták a helikopteremet, de egy helikopterre végül is könnyen megcsinálni, mint amikor először csináltam puszta kézzel. Közel lehetetlen, hogy megcsinálni. Hát így nehéz, igen. Az már valami! Ez már érdekes kicsinálás volt. Kicsit nekiugrottam. És igen, hát nem véletlenül nem egyszerű ez a küldetés. Rengeteg ilyen köcsödéket kell megölni. Mindegy. Tiszta kézzel. Jó, hogyha nem jön össze elsőre, akkor általában ez a baj.
nehéz elérni. Ég. Marha nehéz leszedni onnan. Mondjuk milyen, hogy Big Fist-et veszünk. Már azzal viszont marhára nem egyszerű. Azaz, mi van? Nagy nehezen ugyan, de meg lett. Hát, ott a kép. Százhatodik. Ja, amúgy miközben ide tartottam a fizetéspont felé, mire, mikor újra beléptem, akkor találtam még egy ilyen kis kék pontot. Kicsit fajja, hogy gyorsabbak vagyunk mi így, mint ezek így helikopterra. Jaj, nem ez. Rosszat mondtam. Most már kettőt? Imádlak. Ez helikopterrel könnyebb lenne, hogy megpróbálom majd valamit megint elpróbálni. Fakje. Minusz egy. Ja, igen, az meg arra megy. Jó, hogyha arra mennek általában, akkor gyorsabban végeznek az úttal, úgyhogy sietni kell. Fő. Francba. Ez épp hogy sikerült. Kiírta, hogy majdnem megszökött már közel jár a céljához. De meg lett. Amúgy lenne kedvem most így újra az elejéről kezdeni. Új. Remélem, ott lesz egy checkpoint, mert ezt az egész üldözős itt nincs kedvem még egyszer megcsinálni. Vagyis örülök, hogy így elsőre sikerült a dolog. Remélem ott lesz ennek a küldinek a vége. De sőt, akkor... Hát... Nem csak is... Mi van? Még több? Oh-oh, fertőzött. Visszatarták. Francba. Három! Tudjátok, hova menjetek? Imádlak titeket. Mondtam. Ah. Space? Itt talán könnyebb dolgom lesz. Jön megint Space. És most hijackkel jöjjön. Ez az. Ha még egy. Csak sikerül kinyírnom ezzel a csodálatos kis helikopterrel. Ez az! Sikerült! Uff, nem egyszerű küldetés, de most kivételesen nagyon gyorsan végeztem bele. Na. Hope was a Blackwatch project. Jó, az ilyen szomorús videók nekem nem tetszenek, szóval
15. nap már nagyon közel a végé. Lehet, hogy ez most hosszú videó lesz, de én most elkezdem a szerintem utolsó küldetést. Mert most, hol van? Statics. Igen, ez elvileg már csak egy küldetés lesz. Még életerőt sem vesztettem, az mi? Legutóbb szerintem egy órát minimum elpazaroltam ezzel a küldetéssel, azután felhozom. Úgyhogy most boldog vagyok, hogy végre sikerült gyorsan lezavarnom egy ilyen problémás küldetést. Most lehet, hogy pár embert aláztam ezzel, de nem, Elizabeth Green-nel is, mert azaz, amikor 5 nap alatt sikerült egy embernek kipörgetni azt a küldetést, majd az Elizabeth Green-es a 13. videómat. 5 napig ölte az Elizabeth Green-t, és utána sikerült megölnie, én meg 30 perc alatt lezavartam, szóval az kicsit alázás, szerintem legalábbis. Na, nem vagyok gyanús, én csak repkedek, mint egy átlag ember, tudod? Na, messzebben nem rakhatták volna ezt a küldetést, úgy őszintén. Máska mindig a küldetés mellett jelenek meg, most meg nap másik felén a küldetés. Ah, ez az mindjárt itt van. Az épület tetején. Yeah. Na, akkor kezdjük is el az utolsó küldetést, szerintem. De sőt, ez nem az utolsó lesz, akkor a legutolsó azt a végére hagyom. Vagyis, hogy hát az külön videó. Amúgy észrevettem, hogy a videókban, vagy hogy hát magában a játékban nagyon halk a hang, amikor YouTube-ra feltöltöm. Hát ezzel nem bocsi, de nem tudok mit csinálni, mert max hangerőm van a játék. Katonává hát, ha megint az kell, mert erre a küldetés már csak annyira emlékszem, hogy egy Supreme Hunter-t kell darálni a végén, és az lesz az utolsó. Most őszintén ki kell nyírni egy bázist, vagy be kell menni? Base Energy. Hát akkor ezt bizony ki kell nyírni. Majd látjátok, az eléggé leszívja az erejét a bázisnak. Azon még egy kell neki. Na, ha minden igaz, ennyi elég volt ennek a bázisnak. Remélem ezt is kellett csinálni. Mert nem lenne vicces, hogyha be kellett volna menni. Checkpoint. Termotank. Ugye ez nem. Nem az, amire gondolok. Majd lesz egy szivatos dolog. Amikor kísérni kell egy termotankot és az adott pillanatban lecsapni rá. Ez eléggé szívás egy dolog, ugyanis védeni kell minden dologtól, ami szóba jöhet. Mi jön rám még mindig? Na, katonaként már fel annyira vagyok csúgyanús, bármit is csinálok. Ez az a túlbeesnek. Igen. Kevés az életerőm, szóval ez nem a best. Wow. Not men! Not weapons! Not all!
igen, ez kicsit fárasztó egy küldetés. Miért ilyen marha gyors? Ahhoz képest utam. Aj, szuper katonák! Imádlak titeket is. De szépen lassan kísérem. De úgy emlékeztem, hogy lesznek hidrák is. Most kicsit csalódtam a játék. Túl egyszerű így. Kicsit lángol a tankok. Jó, a jelerősség meg nagyon lecsökkent. Blades. Ez nem vicces. Nincs konzumálni való? Ez ilyen csak egy rossz vicc. Mi a rohadt élet? Na jó, ez nagyon nem vicces. Hát igen. Ez. Existed. Mégis most haltam meg először az egész játékba. Csak a full életenél van, amikor a full is megköszön. Hát ez ciki, hogyha egy ilyen termotank terébe talál, láttátok eléggé futással levette az életenőmet. Azaz vett, hogy battank alatt. És ez az utolsó küldetés, azt hogy mégiscsak elvárt tőle az ember, hogy legyen benne nehézség. Egyébként a tankot nem futtíthatjátok el. Beszállni sem tudtok, hogy elkezdenek bombázni és leesnek róla. Thank you.
ami most kell majd beszállni a tankba. Tehát egy kicsit biztonságban érzem majd magam. Mielőtt még átjut a hídon, akkor kell kinyírni, most hogy át bemászni a tankba. És itt már nem fedezik olyan rakétákkal. Space. Hát akkor az embert kellett megkonzumolni, aki a tankban volt. Ez már brutál küldi volt. Akkor... Hány, most egyből fog jönni a következő küldetés? The last person responsible for all of this dies tonight. Hopefully make it out of here. You think you're ready? I was made for this. Citadel Command, this is Captain Cross. Mission accomplished. I have Colonel Taggart in custody. Ready for extraction. Yeah. USS Riga. Yeah. Manhattan. Yeah. No. Igen, itt lesz az utolsó küldetés. Ez nagyon kedves lesz. De miért sorozatlövő hangja volt annak 9 mm-esnek? Na mindegy. Nem tudja, hogy az Alex Mercer, akit most fejbe akart lenni. Most ilyet fejbe is lőtt, csak kevés sikerrel. Ez cuki fej volt nagyon. Akkor meg kell konzumolni őt. I've stopped this damn thing before. Stopped it dead. Hope Idaho is just a sacrificial lamb. Necessary cruelty. Shoot anything that moves. No one comes in, nothing gets out. Sir, the walkers have sealed themselves in the hospital. We have orders to liquidate the entire population. The mother and child are now military assets. And I just made a general officer. Az anyja, ha jól emlékszem, igen, ő volt Elizabeth Green. Igen, a fiú. Az nem tudjuk, hogy mi lett vele. Vagy azok vagyunk mi, de erősen kétlem. És igen, innentől fog kezdődni a fő dolog. Egy Supreme Hunter. Undorító ellenfél, ha engem kérdeztek. Ha ezt csinálja, akkor egy ilyen self-destruction-szerűséget nyom le. Ha ilyennel telibe talál, bajban vagytok. Átmar. És egy kis életerő sem ártana. Fuck yes. Roll call, roll call. We are on point request. Vega deck is hot. If you're in the air and armed, we need
Whoa! Clear the deck. Clear the deck immediately. Take off and enter engagement orbit. Hát igen, nagyon nem egyszerű ez az ellenfél. Wow! Fuck. Jaj, ne! Self-destruction. Ha nem emlékszik arra, hogy mekkora a ható távolság. Hát majdnem elért idáig. Na jó, majdnem tudod, hogy mégis csak messze van. Wow! Hát igen, Vic Fistel a lehető legkönnyebb a dolga. Segítség! Egyébként, ha nem tud megsebezni, az a legjobb. Egyrészt azért, mert nincs életerőm. Wow! Most lesz 6 perc vagy 5 perc. Ó nem, 3 percünk, hogy kinyírjuk. Ez még konzumálható. Megint megelégelted a konzumálás. Megint self-destruction. Nem egészen. Nem ütömet ennyire fel az életerő. Ne! Oh! Hát most eltalált volna. Bajban lennék. Ó, most el is talált. Fuck! Akár egy ütése is telibe talál, bajban vagytok, szóval úgy kell akármit is csinálni. Ó, az nagyon itt van. Na jó, leszakadt a kezed. Vic Fistel leszakadt az egész kezét. Miért Blade van nálam? Na mindegy. Ez egész gyorsan ment, ha engem kérdeztek. ez egy szórakozás ez a küldetés, nem éppen küldetésszerű. Na, continue. Most a videó. A várva várt videó. Igen, a bombát, mert fel akarják jobban robbantani egész New Yorkot. Ezt a bombát elvisszük helikopterre. És mi megvédjük minden áron New Yorkot, szóval. Ja, hogy a megmentő hőst játszunk, aki... Hát... rossz. Szóval... eléggé érdekes. Mégis a hazája végül is. Nagyon epik a befejezése. Na, lekapcsolhatod. Thank you.
I looked for the truth. Found it. Didn't like it. Wish the hell I could forget it. Alex Mercer. The city suffered for his mistakes. For what he did at Penn Station. And whoever he was, that's a part of me. Because when I close my eyes, I see the memories of a thousand dead men screaming as I take their lives. Moments I'll relive forever. What have I become? Something less than human, but also something more. És igen. Ennyi volt a Prototype. Szóval akkor én ma befejeztem. Hát igen, jó érzés túl lenni rajta. Hát ma vagy holnap elkezdem a Gothic 2-t is, úgyhogy azért maradjatok itt tovább is. Nem érdekel ez a kis videó. Ja, és igen, miután végigvittük ezt az egészet, egy ilyen free roamot tudunk rendezni. Most ugye mindenki meghalt, nincs küldetés. Eventek vannak. És igen, ennyi volt a játék. Most már csak ez a szaladgálás jobbra-balra. Már csak ennyi, ami a játék lényege. Amit látjátok, nincs a fölküldetés. Ami azt jelenti, hogy végeztünk a játékkal. Igen, és már a kaptárokat is lehet darálni, meg minden. Újra töltöm most az életerőmet, mert ez így nem jó, hogy ilyen kevés van. Az is csoda, hogy a fő ellenséget ki tudtam nyírni ennyivel, és nem ölt meg. Hunterek? Na jó. Ciao. Ja, léptem. Nem vagyok most kíváncsi a hunterekre. Jó, Super Soldiers. Itt is már csak egy helyen van Super Soldier. Ugyanis a valamelyik ilyen épületnek a tetején megy a harc a hunterek és a Super Soldierek között. Abban néha így beszoktam segíteni. De csak így poénból. Na és egyébként igen. Hát egyes szerintem eléggé jó játék. Már csak a darálások miatt is. A története az nem teljesen kerek. De a második résznek legalább jobb a története. Ez vigasztal. Mert végül is a második részben Alex Mercer a fő ellenség, de kicsit be vagyunk kattanva. Most ugye hát más értelemben. Nem James Heller van bekattanva, hanem Alex Mercer. Már agyára ment az egész dolog, aztán ezért ő lesz a fő ellenség. Igazából Alex Mercer fog minket átváltoztatni. Hát ugye amikor mi James Hellerrel leszünk, akkor Alex Mercer változtat át minket. Odaadja nekünk a Mercer vírust, és hát ott kezdődik az egész pályafutás a James Hellernek. Szerintem elég egyedi egy játék ez, mert még egy ilyen játékot, ahol szolgálsz össze-vissza, ölhetsz azt, akit akarsz. Nem sok ilyen játék van, azt meg kell hagyni. Hát mondjuk most egy GTA sorozat, ott is, hát nem olyan látványos, mint ez a játék. Utazásnak a sebessége itt kegyetlen nagy. De jó túl lenni ezen is. Mint a Gothic egyáltalán, hogy utána kipörgettem. Jó érzés. Osz, jó. Na, hát igazából ennyit szerettem volna már a Prototype-ba a kapcsolatban. Mondok az épetnek felfutok a tetejére. És hát igen, a második rész attól függ, hogy el fog-e menni a gépemen. Most hát elmenni biztos, hogy elmegy, mert nincs az Isten, hogy ne menne el. Csak hogy veszem frapszal, akkor remélem nem fog akadni. Vagyis hogyha nem fog, akkor eléggé valószínű, hogy abba is csinálok végigjátszást. Olyan fel tudok mászni? De mindjárt kezdenek körözni ezek az időt helikopterek, mert mászok. Egyébként hajlamosak rá, hogy őszinte legyek.
Ó! Isten. Na, így mi, fenn is vagyok. Elég érdekesen, oda mindegy. Ha esetleg kérésetek lenne a játék a kapcsolatban, akkor esetleg írjatok YouTube-ra ide alulra egy kommentet, vagy pedig levelet, vagy pedig az e-mail címre egy levelet. Hogyha pedig a Gothic 2 végigjátszással kapcsolatban akartok nekem írni, akkor is szintén ezekre a helyekre írjatok. Sziasztok!